csapatban szeretnénk abszolút kvalifikálni magunkat az olimpiára. Nagyon örülök neki, és remélem, hogy minél hamarabb kész lesz. Ugye 2024 novemberére mondták, hogy el fog készülni ez a fantasztikus létesítmény, és nagyon örülök annak, hogy több sportág lesz egy helyen, ezáltal nem mindenki külön helyen fog készülni, hanem több sportolóval a MTK-n belül is fogunk tudni társalogni, akár beszélgetni, találkozni és érdeklődni egymást, hogy ennek feltétlenül örülök. Krakkóban lesz egy európai játékok, ahova Krakkó azt mondta, hogy nem engedi be az orosz versenyzőket, viszont a Nemzetközi Vívószövetség pedig már engedélyezte azt, hogy az orosz és a fej-orosz versenyzők indulhassanak a kvalifikációban. Ezáltal az lett a köztes megoldás, hogy nem tudom, hogy fogalmazzak pontosan, hogy jövő hét végén lesz Plovdivban egy egyéni Európa-bajnokság, aztán onnan hazajövünk, és akkor lesz, megyünk, utazunk Krakkóba majd, ahol szintén lesz egy egyéni verseny, meg egy csapatverseny, de az egyéni verseny az nem lesz kvalifikációs verseny, csak a csapatverseny, ami nyilván nekünk határozottan fontos, mert hát a csapatban szeretnénk abszolút kvalifikálni magunkat az olimpiára, úgyhogy ez egy nagyon sűrű 2-3 hét jön majd itt az elkövetkezendő időszakban, aztán majd lesz egy kis pihenünk, és jön a VB-re való felkészülés, ami majd Milánóban lesz. Úgyhogy így fog kinézni az elkövetkező nagyjából 2 hónap, úgyhogy nagyon sűrű lesz, nagyon nagy teher is van rajtunk, illetve stresszt is, és remélem, hogy minél szebb és jobb eredménnyel fog zárni.